Na csó! Próbáljuk meg, leraktam a tévét, tudom, hogy nektek úgy fel se tűnik, de tényleg itt van. Elérem. Benne törd. Így nem kellett az ultra nagy látószög, mint ahogy azt meg is jósoltam, mert azért nem oda nézek, hanem ide. Hát nem tudom, nekem oda kell nézni a jobb tükört, lássam ide a bal tükröt. Nem vagyok ehhez hozzászokva, hogy ilyen közel van a tév, hogy tényleg elérem. Lehet, hogy így egy kicsit bénáskodni fogok, de mindegy, kipróbáljuk a dolgot. Engem, ami idegesített, néztem a tesztfelvételt, hogy még az is hallatszik, hogy levegőt veszek, meg hogy szuszogok, meg ilyenek, meg kicsit túlordibáltam. Miközben itt van a mikrofon, és nekem halk lesz szerintem, mert messzebb van tényleg, mint a GoPro. Nagy hangfalon nyomjuk, most nem a tévéjén. Ez a jó mély. Na és ezt nem kéne túlordibálnom. Na nézzünk egy nagyon rövid fuva. Usta, még a menü miatt is le kell nézni. De nem egyenes, várja. Mindegy, jó az. Szóval a legrövidebb út kéne nekem. 0 perc, az szép. Ja, de hogy messze van? Nem választottam. Amúgy hol vagyok, amikor kettő között? Most Rácsalmáson vagyok, vagy hol? 10 perces út. 10 perc, 9, 15, 16. Jó, hát nyomjunk egy olyat, mert még érte is kell menni. Jó utat, vezess óvatosan. Első igazit, az hú, de hangos. Na. Mauni? Jó, közel van. Fordulj balra. Hát itt tényleg bent ülök a fülkébe. Kár, hogy live-ba nem tudom így. Akkor nem látom az OBS-t, a chatet, meg semmit. Most telefonra kirakom a chatet, az olyan pici, hogy még jobban elesek, vagy felborulok, vagy mi az. Ja, 2K-ba hagytam. Na mindegy, hát nektek az úgy se látszik. Nem mondom, mi az a pixel ott. Badum-badum, 70-nel lehet menni, akkor miért nem mész? Na. Fú, de bent vagyok, ezt lehet itt hagyom ezt a kurva tévét így, ahogy van. Nagyon brutál. Jó, nektek nem nagy látószög, lekicsinyíti, kikerekíti. De nekem nagyon durva. Jó, hátra kell dőlnöm, hogy ne kapjak epilepsziát. Megint túlordibálom, mi? Szerintem így is hallanátok. Na mindegy, majd nagy gáznál kiderül. Tesco-ba megyek. Fordulj jobbra. Szia, op! Hol vagy? A ott jön. Fordulj balra. Mindent láttok, amit szoktam én. Meg mikor a klímát kezelem közben. Na jó. Hát ez az, én itt meg nem fordulok. Pusztusz! Nem fogod én menni, mi? Akkor mégis megfordulok. Szia, op! Újra tervezés. Figyeljek már, jobbra. Figyeljek már oda! Ja, ennyire el kell néznem a GPS-hez. Érkezés. De nagy a kapu is. Mauni. Elképzelném ezt a játékot egy legújabb Unreal Engine-nel. Azért mondtam így, mert fogalmam sincs, hogy hol tartanak már. 4-es. 19 perc. Jó utat, vezess óvatosan. Fő kell venni. Nagyon közel ülök, Mauni. Elromlik a szemed, kisfiam. Na, hol van? Ez pont itt van-e? És még ha ki... Ja, nem jó. Kiszedném a nagy látószöget, akkor szinte ott vagytok ti is, ahol én. Csak akkor nem látszódna, hogy kormányozok.
Vezess óvatosan. Thanks! És akkor itt balra. Hova megyünk, mit viszünk? Dunaújvárosba, elhasznált csomagolást. Fordulj balra. Amán kanyar, e? A következő lehetőségnél fordulj jobbra. Fordulj jobbra. Nagyon brutális így. Jó van, már klik. Fordulj jobbra. Fú, én így fogok játszani, hogyha épp nincs semmi felvétel, azt a film elfér ott a telefonon. Így. Most a felvételt nézem, hány perc? Te hotdogos. Na nyomjuk, lehetne itt 70-nel menni. A következő lehetőséggel fordulj balra. Ha nem kapnék mindig pirosat. Fordulj balra. Az a poén, hogy még tudnám közelebb is húzni a tévét, de akkor tényleg már mi a fasz? Mondjuk attól ez nem változik. Nektek lenne nagyobb a játéktér. Hol vagyok? Pusztul? Dunaújvárosban vagyok. És ugyanide viszem? Akkor rosszat néztem. Dunaújváros, ugyanide viszem. Olyan nagy város, hogy 16 perc, csak ezen belül. Na, mi ez az IKEA copy? Express van copy. Beszélj meg tanulni copy. Pusztulsz! Valami egy fontos. Legyenek jobb most. Nem kell túl sok a holnapban. Hát néztem a kommenteket, páran írták, hogy ez így kurva jó, olyat, hogy nem jó, meg nem írt senki. Amikor igennek veszem, hogy a sima fészkamos az leváltja ezt, mármint a Kamion Péternél. A Kamion Péter live-ot nem tudunk így, mert tényleg nem tudom akkor a csetet hol olvasni. Pedig GoPro-val is lehet live-ozni. Csak mondjuk akkor melegszik. A homlokomnak meg ártana úgy, meg akkor töltőkábelre kell dugni. Már nagyon gyorsan merül, hogyha live-ozol GoPro-val, mármint hogy webkamerának. Kijöttem a térképről, hát mondom, mi ott az a nagy semmi? Az a nagy semmi. De durva, hogy erre is jönnek járművek. És pont egy tűzoltó megy majd a langolierekbe. Valahol benéztem a fordulját. Ott a difi. Nincs rajta hifi. Le fogtok esni a világegyetembe. Ez is jó kameraállás. Meg tél, mondjuk úgy nem látom az indexet, semmi. Ha lehúzom az ablakot, azt is letesztelem. Egy más lesz a hang. Ja, kicsit utcazajosabb a dolog. Boci, boci, tarka, közben felhúzom. Se füle, se farka, oda megyek lakni, ahol tejet kapni. Boci, boci, tarka, se füle, se farka, igen, nem kell annyira ordibálnom.
Egy fuvara GoPro-val. Egy rövid fuvara GoPro-val. Thanks. Fordulj balra. Tesco-tól Tesco-ig. Most látom. Erőteljesen visszafele kellett volna bejönni, vagy mi az lükvercbe. És direkt, bazd meg, direkt. Pedig még majdnem szembe is volt, mi? A cucli! Miért nem megy? Teljesen kifordítottam magából. Szoktam embereket is. Innen jó lesz. Még lehet, hogy lesz egy előre jövetelünk. Sőt, ha megint túlfordítottam a banzájt. Már megint nem tudom, hol a teteje a kormánynak. Aha, megint az volt a baj. És megint nem az volt a teteje, amit hittem. Ez az átkom-e. Terezünk. Mikor jött úgy annyira arrébb, hát te fiú. Hát, majdnem. Maradjunk annyiba. Na jó. Na ez meg a főteszt volt. Úgyhogy már közelebb van a tévé, és nem szuperlátó szögszerűséggel. Innen azért kiállok, hogy legközelebb ne így kezdjem. Ide elbújok-e? Ja. Nocsa.